Sziasztok! Holnádor vagyok. Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek, és az ideinél sokkal, de sokkal boldogabb új évet! Kellemes ünnepeket kíván a 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjában, 2020-ban pedig a Tudományos Újságíró Klubja magas színvonalú blogokat elismerő oklevelében részesült Parallaxis Podcast és blog. Vigyázzatok egymásra is magatokra! Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és lépj be hozzánk a Parallaxisba! Parallaxis. A Parallaxis Podcast és blog együttműködő partnere a Planetology.hu bolygótudományi portál. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Nándorral, aki környezetkutató. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastjének karácsonyi kiadása. Köszöntjük a kedves hallgatókat, főleg azokat az elhivatott követőinket, akik frissen, ropogósan, szenteste egy jó beigli mellett fogyasztják a műsorunkat, a Parallaxis 39. adását, és hát hadd mutassam be műsorvezető társaimat, a mikrofonok mögött itt van velem Nándi. Szia, sziasztok! Illetve itt van velem Miklós. Sziasztok! És én is itt vagyok, én Csaba vagyok, és ha ez még mindig nem lenne elég, akkor boldogan jelentem, hogy Ádám is itt van váratlanul, hát szervusz! Sziasztok, ho-ho-ho, én vagyok a télapó. Na hát mit hoztál nekünk akkor, jó fiúk voltunk szerintem. Hát tulajdonképpen semmit, én egy ilyen csóró télapó vagyok, de gondoltam, hogy így beköszöntök hozzátok eme csodálatos napon, hogy december 24-én új Parallaxist hallgathatunk, meg minden, úgyhogy gondoltam, hogy ez megéri azt, hogy így feldobjam az ünnepfényét. Ez abszolút, de ha már így jössz, akkor tessék évet értékelni, hiszen Parallaxis szempontjából azért nem volt olyan szörnyű ez a 2020, jól kibővült a csapatunk, illetve itt a közelmúltban szerkesztőtársainkkal, partnereinkkel együtt elismerésben részesültünk. Na Ádám, hogy volt ez? Meséld el nekünk. Hát az eddig legmegdöbbentőbb dolog most idén az, hogy tavaly ilyenkor a 16. adás volt, és most a 39-et konferáltad be, szóval azért így egy év alatt, most, hogy így két hetente lettünk, azért az nagyban megnövelte az adásszámot, szerintem ez öröm. És így a szokolébresztővel párban mindig minden csütörtökön új tudományos és fantasztikus podcastet hallgathat, aki szeretné, szerintem ez egyébként egy tök jó dolog. De tudom, hogy a kérdés nem erre irányult. Igazából nem tudok mit mondani a díjról, örülök mindenkinek, aki megnyerte, meg örülök az oklevélnek. Tavaly is nagyon örültem a külön díjnak, ugye azt mindenhol el is mondjuk, meg kommunikáljuk is, tehát hogy én szeretem az elismeréseket, szerintem megérdemelte a csapat, és most idén egy újabb szintet léptünk, ahogy te is mondtad, még több tudományos és még több színűbb tudományos és fantasztikus kontentet igyekszünk nyújtani a jövőben is, úgyhogy szerintem jó év elé nézünk, és jobb év elé, mint egyébként amilyen 2020 úgy általában volt. Úgyhogy én reményteljes vagyok ez ügyben. Nem tudom, ti hogy vagytok vele? Hát szerintem úgy, mint az Ádám. Tehát, hogy valójában azt vegyük észre, hogy az a díj, amit itt emlegettek, hogy elismerő oklevél, az ugye még egy augusztusban megszületett döntés eredménye, tehát az még nem is tükrözi azt a nagy bővülést, amiről itt szó van, mint hogy például ugye Nándi is itt van rögtön a műsorvezetők között. Hát amikor azt a pályázatot beadtuk, ami alapján meghozták még nyáron ezt a döntést, akkor még nem volt. Meg hát, hogyha valaki csak rákukkant arra, hogy milyen tartalmak jelennek meg a Facebookon, meg a blog felületen, meg mindenhol, akkor azt látja, hogy egyre sokszínűbb lesz a dolog, és hát virágozó minden virág, szóval ez tök jó, nagyon-nagyon lelkes csapat alakul itten ki,
Úgyhogy mindenféle más dolgok is jönnek. Én például szeretném behozni, hogy talán még science fiction novellákat is közöljünk le a felületeken, meg ilyesmi. Tehát, hogy itt aztán már tényleg olyan területeket is lefedünk szerintem 2021-ben, amiket eddig egyáltalán nem. Úgyhogy szerintem mindenképp izgalmas lesz. Ugye részemről azt kell elmondani, hogy nagyon örülök, hogy ugye itt csatlakoztam a csapathoz. Ugye többször elhangzott ennek volt előzménye, de most ez is lényegtelen. Az a lényeg, hogy 2020-ban egyfelől ugye személyesen a podcastok résztvevője is lehettem már, illetve az általam, illetve Kovács Gergő barátunk által képviselt planetology.hu szerkesztői csapatából is így párhuzamosan a Parallaxisnak a, ugye itt a Facebook, illetve a blog kiadásához egy kis részcsapat belépett, és azt mondom, hogy nagyon nagy örömmel veszünk részt ebben a munkában, hogy emberileg is jó, szerintem így kezd kialakulni az összhang, és mellette tartalmilag is szerintem azért hozzá tudtunk járni, hogy egy kicsit még színesebb lett. Ez számomra egyébként amúgy is kedvelt oldal, úgyhogy ilyen szempontból én is eredményesnek ítélem ezt a közös rövid kooperációt, még így visszanézve a ti munkátokat is, mint külsős is, ahogy addig is gyakorlatilag nem pozitív véleményem volt rólatok. Hát köszönjük szépen. Engem egyébként érdekelne még a kedves hallgatóknak is a véleménye, úgyhogy kommenteljetek meg, írjátok meg nekünk akár üzenetben, akár hogy ti milyen fantasztikus és tudományos élményekkel lettetek gazdagabbak 2020-ban. Szerintem egyébként úgy az év nagy részében volt sokunknak ideje arra, hogy mondjuk akár tudományos és fantasztikus kontentet fogyasszon irodalom vagy filmek, sorozatok tekintetében, főleg az év elején, úgyhogy de hát túl vagyunk rajta, legyünk optimisták, és nézzünk a jövőbe. Én vallom a Gene Roddenberry féle felfogást, úgyhogy jó műsort kívánok nektek, a kedves hallgatóknak, meg az egész évi megtisztelő figyelmet szeretném megköszönni, és egy olyan extra dolog történik most a Parallaxis életében, ami hát azért nem egy olyan nagy extra, de azért nekünk mégiscsak extra, hogy nem csak most 24-én szenteste hallgathatjátok a Parallaxis műsorát, hanem egy hét múlva, december 31-én szilveszter este is délután 6-tól új műsorral jelentkezünk. Úgyhogy akkor már nem leszek itt, de lesz itt más, erről majd a műsorvezető társaim, Csabiék fognak a műsor végén beszélni, úgyhogy hallgassátok meg a Parallaxis podcastet, meg egyébként Szokolébresztőt is, meg minden mást, olvassatok, nézzetek minket, úgyhogy és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok. Sziasztok! Hát köszönjük Ádámnak, hogy itt volt, és Ádám azért nézzed meg te is a reszkesetek betörőket, ne ússzad meg ezt a dolgot, hogyha már a beszélgetésben nem is veszel részt, akkor legalább éld át megint ezt a csodálatos filmet velünk együtt. Mindenképpen keresd meg a műsor újságban, hogy ezt mikor lehet megtenni. És akkor hát mi már megtettük, ugye, fiúk? Tehát nem tudom, ti milyen gyakran szoktátok ezt újra nézni, mert ez ugye már egy ilyen running gag az egész világon, hogy ez ha kell, ha nem, ez megy karácsonykor ez a film. Hát most személy szerint én elmondhatom, hogy mindig ilyen részletekben láttam, tehát most ugye egy újra néztem nyilván, hogy értelmesen hozzá tudjak szólni, vagy tudjunk beszélgetni, de valahogy úgy lehet elképzelni, hogy ennek minden másodpercét valamelyik évben láttam, és ugye idén 30 éves a film, tehát körülbelül így összeállt az egész. Lehet, hogy soha nem néztem végig, de nem volt olyan epizód vagy cselekmény rész, amit valaha valahol ne láttam volna legalább a háttérben. Úgyhogy ezért így mindenképp ismerős is volt, meg ugye most megnéztem, fogtam a második részt is, ugye itt ennek vannak további, ugye nyilván nem vagyok szakértője, a második is szinte azt mondom, hogy ugyanezen a szálon halad, de kicsit lassabban, elnyújtottabban, kevésbé érdekes, a későbbi részek meg ugye már egészen mások, tehát nyilván itt az első, amiről szerintem ugye érdemes beszélni, kb. Ebbe is maradtunk, vagy ezt nem konkretizáltuk, de lényegében ez alatt mindig ezt az első klasszikus 90-es filmet. Igen, hát csodálkoztam is, hogy bevállaltad így önszorgalomban a másodikat is, miután az elsőt letoltam. Én a másodikat csak egyszer láttam talán. Ugye 2020-ban, meg hát az elmúlt 4 évben a második részről sokkal többet beszéltünk, mint azelőtt, abból az apróságból kifolyólag, hogy ugye egy epizód szerepet vállalt benne az Egyesült Államok 40, későbbi 45. elnöke, ugye,
a most még regnáló Donald Trump, ugye, aki azzal a feltétellel engedte meg, hogy a szállodában forgassák a Lost in New York, vagy mi ez a reszkesetekbe törő kettőnek az egyik jelenetét, hogy ő maga is szerepeljen, úgyhogy szerepel ott, megmutatja talán Macaulay Culkinnak, hogy merre van a telefonfülke, vagy valami ilyesmi, ugye? Tehát valami ilyen szintű epizód szerepe van. És emiatt aztán sokkal többet beszéltek szerintem az elmúlt 4 évben a reszkesetek betörő kettőről, mint az azt megelőző 20 évben. Én viszont még mindig nem láttam azt. Talán csak egyszer láttam a kettőt a ProSiebenen németül. Véletlenül. Valamikor 2000 környékén. Viszont az egyet, azt annak idején rendszeresen megnéztem, sőt én azok közé, az emberek közé tartozom, aki ezt a Szennyes lelkű angyalok című, amúgy nem létező film a filmben, ami ugye benne van, ezt a külön leforgatták, ezt a fekete-fehér filmet, amit ott néz Kevin. Na, hát, hogy annak a szövegeit én ugye szó szerint megtanultam, úgyhogy ezt bármikor el tudom mondani. Igazi rajongóval állunk akkor. De nem, már nem. Tehát ez az az egy rész, az baromira tetszett, és amikor, mit tudom én, 5. voltam, akkor kijegyzeteltem, mert megvolt a szomszéd gyereknek videó. És akkor leírtuk, és akkor ezt megtanultuk, ezt a dumát. De egyébként azóta viszont, hát akkor persze nyilván megnéztem én is 5000-szer, de aztán én telítésbe mentem, és ezért aztán én merem állítani, hogy akkor most lehet, hogy a Nandi jobban képben van, mert az elmúlt 15 évben biztos nem láttam egyszer se, de lehet, hogy talán lehet, hogy van az 20 is. Tehát mindenképpen én azt gondolom, hogy tudom, hogy mi van, meg most egyébként a fizika kiértékeléséhez újra néztem bizonyos jeleneteket, de azért lehetséges, hogy izgalmas valami már nincs meg. Hát igen, mert ezt találtátok ki, hogy a reszkesetek betörők fizikája, ugye? Ugye, amikor az ember az Interstellárról, meg a mit tudom én, ilyenekről szakért, ugye, az ugye más, itt azért keresni kell, de azért hát tele van fizikával nyilván. Ugye itt lendülnek a festékes vödrök, meg izzik a kilincs, meg szólnak a petárdák, meg minden. Szóval van itt minden, de azért ez egy kihívás volt. Tehát valamilyen szempontból nekem most erre az adásra így nehezebb volt felkészülni, mint egy bármelyik szokásosabb témára. Nálunk ugye szokásosabb téma a science fiction, meg az, hogy hogyan megy az űrhajó, az bármikor, de ezek a reszkesetek betörőkben, hogy keressük meg a fizikát és magyarázzuk meg, azért ez egy szép kihívás volt így az év végére. Egyébként én is arra számítottam, hogy könnyebb lesz ez a téma, tehát valami olyasmire voltam felkészülve, hogy itt ilyen láncreakciós polcledőlések, meg ilyen gravitációs humor lesz folyton jelen, de nehezebb valóban a helyzet, és egyébként tényleg itt hozzá tartozik valahogy a 90-es években, vagy még korábban hozzánőtt az ünnepekhez ez a fajta lábakra eső tekegolyók, meg amikor a préri farkas, tudjátok, így tovább fut a szakadékon, és csak akkor zuhan le, amikor ráeszmél, amikor rádöbben, hogy nincsen a talpa alatt semmi. Na ez valahogy a karácsony meg a húsvét szelleméhez nekem szorosan hozzátartozik. Nem ezt tudom, ezt hívod úgy, hogy gravitációs humor? Ez igen. Szenzációs. Ez tök jó. Ezt te találtad ki, ezt a terminus technicus? Hát lehet, ez hogy létezett már, de most ez jutott eszembe, igen. Ez nagyon jó. Igen. Nektek nem volt olyan gyerekkorotokban, hogy az ünnepek alkalmával így igényeltétek ezt, hogy legyen ez a Tom és Jerry, legyen gyalogkakuk? Nekem valahogy egybe nőtt ez a dolog, nem tudom miért. Lehet, hogy ez ilyen USA-ból átjövő trend, vagy nem tudom. De nekem így hozzátartozott ez a gyermekkori érzelmeimhez, hogy ilyet kell nekem látni karácsonykor mindenképpen. Erre voltál kondicionálva. Igen, hát, igen. Hogy igényelni nyilván nem igényelted, te se vagy én se, de megszoktuk, és tényleg valóban most, hogy így mondod, ez a fajta. És ugye nem véletlen, hogy az ünnepi szezonban, akár mondjuk kb. Akármelyik ünnepi szezonban, de ugyanúgy jellemző, és az inkább egy magyar vagy európai sajátosság, de főleg magyar, hogy a Bud Spencer és Terence Hill összes is, és mindig műsoron van a tévében. De nagyon érdekes, amit mondtok, mert én is ugye most itt próbáltam, még azt mondom, hogy ki is jegyzeteltem olyanokat, ami ugye a műsor, meg ugye a fizikai kapcsolódásait jelenti, és pont a legelső is ugye itt ez a gravitáció, de majd erre ugye vissza fogunk térni, és egyébként nekem is ugyanaz,
nekem is megvoltak ezek. Nyilván ez még egy 10 évvel korábbi időszak, vagy 15, de így a korkülönbség kapcsán, de úgy, hogy megvoltak ezek, amikor én kisgyerek voltam, hogy miket adtak, és ugye azokat, hogy mondjam, ez úgy mondom, hogy rendszerektől, meg mindentől függetlenül ez jellemző, hogy van egy ilyen igény, és ezt az igényt általában az akkori televízió, vagy egyéb tömegkommunikáció ezt mindig kielégíti. Úgyhogy ez, ennél a filmnél meg tényleg tanulni lehetünk, hogy ez meg már, hát az 30 éve ez megy. Nyilván érdemes foglalkozni vele, mert ezt azért szeretik, és ha nem szeretik, akkor is nézik, és, de a többség szereti. Azért lássuk be, meg most így végignézve, meg azt mondom, hogy elég szórakoztató is, tehát úgy, hogy látom ezeket a részeket. Most nyilván azt, hogy most ezt minden éve megnézni, az viszont gyilkos lenne, még ez a két rész egymás után is nagyon gyilkos volt, de így jó volt, azt mondom, meg legalább egy kicsit más volt, mint amit ugye egyébként néz az ember. Az előző adásban beszéltetek itt a tudományos ismeretterjesztésről, oktatásról. Ennek szerintem egy fontos lépcsője az, amikor a gyerek önmagában játszik, mondjuk tologat ilyen matchboxokat, leejti a tárgyakat, és saját maga figyeli meg egyfajta ilyen kísérletképpen. Hát ő nem így fogalmazza meg magában, nyilván, hogy ő most itt a fizikát teszteli, de szerintem ez történik, és ilyen szempontból én nem mondanám ezt ilyen nagyon gyarló tartalomnak, például ami az ilyen rajzfilmekben, meg az ilyen élőszereplős produkciókban történik, mint a Reszkesetek betörők. Nyilván nem is az intellektualitásnak a csúcsa, de nem írnám le eleve, az nagyon jó szerintem, amikor egy filmkészítő tud gyermeki szemmel szemlélődni, és úgy tud átadni valamit a világnak, amin tud nevetni egy gyermek. Jó, nyilván az ilyen filmeken a fater is felröhög, szerintem, és tényleg egy családi élmény tud lenni, mert mindenkinek igyekszik megfelelni, de szerintem... Amikor ugye ez a Reszkesetek betörők felmerül, akkor mindenki fogja a homlokát, hogy úristen, de szerintem nem olyan rossz dolog ez. Persze akkor lehet... Igen, sokkal rosszabb dolog is történhetett volna velünk. És ugye 1990, tehát ez egy kicsit azért is ikonikus, mert ez a rendszerváltás éve, vagy annyi minden változott akkor, és tényleg én is emlékszem, hogy az, amikor bejött a Reszkesetek betörők, akkor én még óvis voltam, persze akkor nem láttam, de... Nyilván, mert sokkal később láttam, de hogy így közszájon forgott ez a Reszkesetek betörők, hogy ez van most. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes pillanat volt. És egyébként meg az nagyon jó, amit mondasz, hogy a rendező tudja gyerekként látni a világot, mert mindig mindenbe, tehát még ebbe is bele lehet nyomni egy ilyen pszichologizáló értelmezést, hogy ezt az egészet a gyerek képzeli. Mert pont úgy néz ki, nem? Tehát az egész sztori, az teljesen pontosan olyan, basszus, mint amit a fantázi... Hát jó, most én csak amiatt, én se, csak most, hogy mondtad ezt, így eszembe jutott, hogy az egész az pontosan olyan, pontosan emiatt a gegek miatt, meg ezekből néha fizikátlan, meg tök valószínűtlen, meg akármik miatt, hogy most ez a kisgyerek mi mindent megépított hirtelen, hát mintha egy 25 fős stáb dolgozott volna minimum azon, hogy azt a partinak, fake party szint, ugye, azt összerakják, amikor ott mit tudom én, tologatják a bábukat, meg mozgatják a marionett bábukat, hogy kívülről az árnyak alapján azt higgyék a betörők, hogy ott bent 15-en buliznak, ugye? De ez pont olyan, amit úgy elképzelés, és most látom a kisfiam, hogy tegnap mondta, hogy apa, építsünk egy űrhajót, és akkor ő tök komolyan mondja, hogy apa, építsünk egy űrhajót, és már hozza a darabokat, hogy mi kell hozzá, és akkor, tehát és én is akartam autót építeni akkor, és hogy ez az egész, ez pontosan olyan, amit egy gyerek valójában nem tud megcsinálni, de amit ő elhisz magáról, hogy meg tudja csinálni, tehát ezért mondom, hogy ez olyan, mintha az egész a kisrácnak a képzeletében játszódna. Tehát akár most kitalálhatom így, most így csípőből ezt az interpretációt, hogy csak álmodja az egészet. Mert ő is elaludt, mindenki más. Vagy nem tudom, de persze ennek ellent mond nyilván, hogy sok szálon fut a cselekmény, de szerintem valami ilyesmi talán megfordult a fejében a rendezőnek is. John Hughes, ugye? Talán ő a rendező. Aki egyébként mestere volt ezeknek, mert például a Szabadnapos Baba például. De azt is ő ugye... követte? Aha, igen, és az ugyanez, csak egy még kisebb gyerekkel, amikor elmegy a gyűl. Van azért egy reális pillanat a filmben, amikor a fater megtalálja az aranyfogat, az ilyen Inception pillanat, nem? Tehát így, aha, mikor tényleg. Ott pörög a Inceptionnek a végén. Szóval ez azért utalhat arra, hogy mégis megtörtént. De hát ez... Ja, igen. Rá tényleg, van bízva persze. Azért a nézőre. Na, fiúk, ne kiméljetek, hány fokon történik a vörös ízzás? Van-e egyáltalán egyébként ilyen
reszkesetek betörők, tudományos szemmel csinálta már valaki ilyet, mint mi előttünk? Én nem kerestem rá, de szerintem nagyon nem. Legalábbis így nem botlottam bele, mert azért nyilván ilyen ismeretterjesztő irodalomban ezzel lehetett volna találkozni. Lehet, hogy elsők vagyunk. Hát nem, sajnos nem, nagy az internet, és létezik, nem túl kidolgozott, de tulajdonképpen egy jó kiindulásnak való dolog, a thephysicsofhomealone.blogspot.com. Tehát ez... Tessék! Képzeljétek el! és van itt minden. És olvasom, ez a legcukibb, hogy ez egy 11-es fizika projekt volt, tehát ezt valami Amerikában egy gyerek csinálta, még pedig egy elég okos gyerek lehetett, mert itt szépen összeszedte, hogy mi minden van melyik jelenetben. Egyébként ő is hozzávette a reszkesetek betörők kettőnek a jeleneteit is, de hát azért én azokat nem néztem meg, de van itt minden. Bocsánat, a második rész, tehát igazán ezek ismétlődtek, tehát új nem volt. Vagy én nem találtam az egyeshez képest, ami hogy mondjam, ide a műsorunkba beletartozó, vagy ebbe a keretbe. Hát igen, és most egyébként van itt nagyon sok minden, most azt nézem, hogy egyébként, tehát ő, amiket kivesész, ez az ismeretlen alkotó, tehát nem nevezi meg a nevét az a zseni, aki létrehozta ezt a gyűjteményt, azt írja, this is a grade 11 physics project. Tehát egy 11-es fizika project, ami a kedvenc részét végignézi, de most nézem, hogy például a vörös izzásos ajtógombos témát, azt nem vesézi ki, úgyhogy azt nekünk kell megoldanunk saját fejből. Aha. De például van itt minden, tehát például ki van számolva, hogy... Tehát ilyen alapdolgok, hogy például az a jelenet, ugye ezeknek a betörőknek nevük is van, vagy, csak mindig elfelejtem, de például amikor Marv és Harry, azt hiszem, így hívják, és amikor a tarantula pók az rámászik, rákerül Harryre, aki a hátán fekszik, és akkor Marv megpróbálja egy ilyen pajszerrel, vagy ilyen nagy vasdarabbal leütni róla a pókot, hogy az például hány zsúl energia lehetett, amivel így az egyik betörő a másikat megcsapta, meg hogy mekkora erőhatás ért abban a pillanatban, amikor oda csapódott a cucc. Na, hát szóval ilyenek itt minden, ki vannak számolva ilyenek, ilyen közelítő formulákkal, és le is ellenőrizgettem, úgyhogy nagyjából jó. Tehát valaki elég jól belement ebbe a dologba. Na hát ezt mindenképpen linkeljük. Egyébként ez jelenetekre van bontva, és akkor úgy vannak számpéldák formájában tálalva ezek igen, a dolgok. Igen, csak egy kicsit bénácska abból a szempontból, hogy aki szerkesztette, az nem használ semmilyen egyenletszerkesztőt, csak simán beírja ilyen pillentyűzeten elérhető karakterekkel, tehát például tehát ilyen kicsit ilyen konyha jellegű az egész, tehát, de úgy tisztességesen meg van csinálva, tehát hogy amennyire én látom, nem vészes. Tehát nincs elszámolva, úgy tűnik. Tehát nem a webfejlesztésnek a csimboraszója, de hát nem is ez a lényeg. De akkor te megadnád rá fizika 5-öst? Igen, abszolút. Vagyis az 8, ugye a legjobb jegyet. Abszolút megkapná, itt van minden. Egy csomó mindent én is tanultam belőle. És megkímélt attól egyébként, hogy újra kelljen néznem az egészet, mert egyébként ilyen kis videók formájában a kérdéses jelenetekben vannak szúrva. És kronológiai sorrend milyen jelenettel kezdődik a... Nem, úgy látom, hogy nem. Úgy látom, hogy nem. Én szerintem teljesen random. De most, ahogy én nézem, nem sorban van. És van ilyen is, hogy Cannonball Scene. Hát ezt nem is tudom, ágyugolyó is van. Hát elvileg az a reszkesetek betörő kettőben fordul. Hát akkor azért nem emlékszünk. Na, de van-e olyan jelenet, ami annyira irreális volt, hogy még matekozni se lehetett vele, vagy akár számotokra, akár itt a fiatalember, vagy akkori fiatalember számára van-e itt olyan kihívás, ami visszadobandó, tehát azt kell rámondani, hogy hát ez filmes trükk, és ezt, hát amúgy se próbálja ki senki, tehát az világos, de hogy ez aztán végképp túlzás. Én a film nézése közben nem éreztem ilyet, azon túl, hogy persze ez egy Tom és Jerry, meg minden, de úgy reálisnak tűnt, tehát az elszenvedett sérülések azok úgy azon túl, hogy a tűrőképességüket nem ismerjük ezeknek a drága betörőknek,
de úgy hitelesnek tűnnek. Mondjuk az a lángszórós az egy kicsit húzós volt, tehát lehet, hogy, lehet, hogy ott az durvább lett volna. Én egy ilyet találtam. Volt az a jelenet, amikor a pizza futárja másodszor érkezik, amikor a gyerek már egyedül, Kevin már egyedül van otthon, és ugye ez az említett klasszikus film jelenet van, amit ugye megállít, és ugye ezt játsza le, és a pizza futárja menekülőre fogja, és utána a gépfegyver ropogás hangja, ugye az a hullámtér, tehát úgy néz ki, hogy a pizza futár az épület mögött jár, bőven az épület mögött, és ugyanígy lehet hallani a szobából a televízió hangot a szabadban. Tehát ez a hullámtér, ez igencsak kiterjedve egy nagyobb teret kap gyakorlatilag, és ez tűnt. A másik volt ez a fékező manőver, amikor a ház előtt megjelennek, ugye ez még talán az eleje felé van a filmnek, akkor felbukkan a két rabló, amikor meglátja az aranyfogat a gyerek, és ugye ott van, hogy sétál, és majdnem ugye elütik, és ez a fékezés azért ez elég irreális. Most belegondoltam mondjuk egy pályára állított űrszonda esetén, hogy mondjuk hogy működne egy ilyen, vagy milyen összehasonlítás, de ez a kettő, ami irreális. A többi az érdekes módon nem. Na, hogy lehetne ezt korrigálni, egy scientifically accurate jelenetet faragni, külső hangszórókat kéne elhelyezni rejtve a hó alatt, vagy ott a fán? Elképzelhető. Igen, igen, akár így is. Úgyhogy ez a kettő, de van a többi érdekes módon, hogy bármennyire ugye fikció, meg minden, de érdekes módon, hogy azért a realitástól nincs messze. Az a jelenet mondjuk olyan szempontból is húzós, hát ez egyáltalán nem tudományos elemzés, hogy olyan gyorsan tekeri vissza a videó szalagot, meg annyira dinamikusan tud reagálni azzal az előre felvett párbeszéddel. Azt hiszem ezt a pizzafutárral is eljátsza, meg a betörővel is? Talán. Igen. És a betörőkkel hát már egy javítottabb verziót csinál. De egyébként talán a pizzafutárnál csak lejátsza az egész jelenetet, és akkor a pizzafutár... Ja nem, fordítva. Tehát az egyik esetben beszélget ugye az a pizzafutárral. A pizzafutárral. Igen. Igen. És amikor viszont a betörők vannak, akkor ugye csak hallgatóznak, és hallják, hogy megy itt a leszámolás, ugye? Igen. És attól ijednek meg. És most azon gondolkozom, hogy akkor ezek szerint akkor van az, amikor petárdákat is használ egyébként, pontosan az akusztikai hatás felerősítésére, amikor a betörők jönnek, ugye? Tehát akkor igazából a pizzafutárral van a beszélgetős rész, amikor ugye Ted le a küszöbre is tűnjel a büdös francba, ugye, amikor a visszajáróról megjelenekről van szó, tehát odaállítja a videót a megfelelő részekhez, és akkor viszont amikor a betörők próbálkoznak, akkor van az, hogy gyorsan egy ilyen fazékba petárdákat elővesz onnan az egyik izéből, ilyen alsó polcról, és akkor a petárdákat meggyújtja, és ami pontosan akkor ég át, a kanóc akkor ér végig, vagy ez a kis biztosíték akkor ég át, és akkor kezdenek el robbanni a petárdák, ahogy hívják be, a fazékba, amikor egyébként a film pont odaér, hogy a 1-2-10 tartsd meg az apró, te mocskos állat, és akkor így van, és akkor ott azért abban van akusztikai kapacitás, igen, de valóban, amit a Nándi mond, az meg az a rész, amikor tényleg csak a tévé szól, akkor az nem hallatszik ki annyira, szóval itt van ebben minden. Amúgy meg, hogy mi a fizikailag akkurátus, hát most azért itt vannak olyan dolgok, amiket nem lehet túlélni. Tehát, hogy mondjuk konkrétan az mondjuk a reszkesetek betörők kettőből van, az, hogy például egy New Yorkban egy négy emeletes épület tetejéről a srác egy téglát ledob a Marvnak a fejére. Na most ugye ezt még a 11-es középsulis barátunk is ki tudta számolni, hogy itt valószínűleg egy 12 méterről egy G-gyorsulásra leső körről volt szó, ami aztán az nagyjából egy téglával az olyan 2 kilósnak számította. Ugye a leesési magasság amúgy onnan van meg, hogy a filmből kimérte a gyerek ügyesen, hogy 1,56 másodperc alatt esik le, tehát akkor berakja az ismert formulába az ejtési képletbe, és akkor bizony kiderül, hogy akkor a végére egyébként ugye 15,3 méter per másodperccel csapja arcba az embert, és egyébként hát igen. Tehát, hogy itt a kettőben durvább a helyzet, akkor itt emelték a tétet. Itt emelték, hát igen, nyilván eladhatónak kell lenni, meg minden, szóval a lényeg az, hogy nagyon van, ő is arra következtet, hogy ezt a mennyiségű energiát, ami itt átadódott ennek az arcnak, ezt nem nagyon lehetett volna túlélni.
És ugye vannak ilyenek, hát nyilván az elsőben is, amikor azért lendülnek ezek a festékes bödönök, meg minden, tehát azért ezek a dolgok jobban fájnak, mint amennyire, ugye itt bemutatja, vagy ugye gondoljunk pont erre a pajszerrel tarantulát lecsapkodó jelenetre, ott is tulajdonképpen arról van szó, hogyha ezek tényleg megtörténtek volna, akkor azért nem töltötték volna ki a betörők a játékidőt. Tehát akkor olyan szinten megrogyhattak volna, hogy már valószínűleg, ha egyáltalán lábra tudtak volna állni, akkor korábban menekülőről fogták volna a dolgot. Tehát ez megint csak az ilyen Hanna-Barbera féle, hogy mondtad, gravitációs humor és kategóriája. Ugye tényleg, tehát ez egy élőszereplős Tom és Jerry ebből a szempontból. Pedig ez a filmnek egy kis szelete, tehát azt hiszem, hogy én az utolsó fél órában megnéztem, hogy na itt kezdődik-e az intenzív. Ott jön a fizika. Igen, ott jön a nagyon nagy kínzás, és ez kb. Olyan 15-20 percig tart, amíg folyamatosan gyötri ezt a két szerencsétlent. És hát az volt a legdurvább szerintem, amikor belelépett egy szögbe, talán az egyik, akinek ugye ott maradt a cipője. Na, az szerintem ott lett volna egy olyan határ, hogy onnantól kezdve már lehet, hogy nem próbál még az ablakon is bemászni, és akkor még ott is belelép a karácsonyfa díszekbe, meg matchboxokba. Szóval az igen, az elég kemény. Tehát ez a 15-20 perc szerintem a magja enne. Mint egy Rambo filmben így zajlik le a lövöldözés, tehát ez az akció magja tulajdonképpen ennek a filmnek. A többi az olyasmi, hogy így azért az ünnepi hangulatot is próbálja. Ezeknek a régi filmeknek az egyik velejárója, hogy így azért mindenről próbálnak valamit mondani. Van ugye egy olyan karakter, akitől félnek a gyerekek, az is úgy egymásra talál a fiával, meg mit tudom én. Van benne egy csomó ilyesmi, ilyen mellékszál, meg azért megpedzegeti azt is a film, hogy mindenkivel előfordul talán gyerekkorában, hogy így ott felejtik valahol. Mondjuk a film ezt azért viccesen kezeli, az anyukának, mikor mondják, hogy úristen, tehát amikor valaki ott hagyta talán a gyerekét, és soha nem épült föl, vagy valami ilyesmit mesélnek neki, és a szerencsétlen meg ott siet haza, és közben meg a gyerek ott szórakozik a betörőkkel, egy kicsit így viccesen. Ja, hogy valakit bent hagytak egy gyereket a ravatalozóba, ugye? Az volt azt. Azt hiszem, igen. Hogy igen. Valami ilyesmi, akkor ott bezárták a nagypapával, nem tudom hova, és csak reggel vették észre, és ott töltötte az egész estét. Most, hogy mondod, így bevillannak ezek a dolgok. Ja, de kérdezted a vörös izzását a kilincsnek, na most itt közben gyorsan utána jártam, és akkor úgy tűnik, hogy az olyan nagyságrendileg olyan 500 fok lesz. Úgyhogy ez a don't try this at home kategória mindenképpen, tehát megint az kérdés, hogy hát vajon... De föl lehet, tehát mivel fűt? Mit akasztott rá a gyerek, ugye? Tehát igen. Ott volt valami ilyen eszköze, amit számomra nem ismerős, itthon nekünk nincs ilyen a spájzban. Tehát házilag elő tudsz állítani 500 fokot, ha nincs kovács műhelyed otthon. Most gondolkodok, hogy a konyhában ez megtehető-e. Valami. Igen, mert hogy az a gyerek, az mi bedugta be ezt az egészet hálózatba? Hát az biztos, hogy amivel melegített, ez valami elektromos fűtő valami volt, ugye? Na de hogy mekkora hőteljesítményt vesz föl? Hát nyilván egy ilyen hőleadó valami, az nagyjából azért 100 fokos hatásfokkal, vagy ahhoz nagyon közel, mondjuk egy radiátor, vagy akármi, ugye, az átkonvertálja az elektromos teljesítményt hőteljesítménybe. Tehát gondolj bele, hogy ahhoz, hogy egy ilyet, mert valami, az biztos, hogy arra emlékszem, hogy valami elektromos izzító kütyüt akasztott rá a kilincsre a belső oldalon, és azzal hevítette föl. Na de hogy nem vágta le az otthon a biztosítékját, hogyha ő ezt bedugta, ugye, nem is, hát mondtam volna, hogy a 220-ba, de az egyrészt Amerikában 110, másrészt ugye nálunk is 230, mindegy. Szóval, hogy mindegy, szóval a hálózati áramba ugye bedugja. Hát félek, hogy valószínűleg lecsapott volna náluk a biztosíték. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ez így nem tehető meg ilyen módszerekkel büntetlenül, de megint csak ugye lehet, hogy tévedek, mert ezt nem tudtam kideríteni, hogy ez mivel történik. Az a hevítési. Mint hogyha valami fűtőszál lenne, de azzal nem lehet ilyen. Hát de bivaj erősnek kell lennie igen. Annak a fűtőszálnak, igen. Tehát tényleg úgy nézett ki, igen. Az is. Nandi, mit szóval... gondolsz? Ja. Van tippet, hogy mit akasztottad? Nekem is ez volt az egyik legmegfoghatatlanabb, és ugye először csak azt a részt látod, ezt egy pillanatra villantja csak fel, hogy valóban egy ilyen fűtőszálas valamilyen eszköz volt, és ami még ugye itt a gegnél látszik, hogy utána beleég valahogy
a fickó kezébe, és az később is előkerül, ahogy mutatja, de számon is ez egy megfoghatatlan. Viszont ami meg egy érdekes, amit még én legelőször írtam ki, egy kicsit ilyen földtudományi szál, az amikor ugye a szánkózás a lépcsőn, amire biztos emlékeztek, amikor ugye lecsúszik, és ugye ez nekem ugye egy ilyen, ugye egy lejtős tömegmozgásokra haja az, ami ugye most itt lehet egy súvadás is, vagy bármilyen törmelék folyás, vagy ilyesmi, és ez volt a legelső ilyen rész, amikor ugye még vidáman otthon, még a betörők nélkül, de ugye ez is nyilván ez a gravitációs húm, ami nyilván ugye ennek is az alapja, hogy nyilván egy minden lejtős tömegmozgás, ugye nyilván egy alacsonyabb térszintre törekszik az anyag egy magasabbról gravitáció révén. Nekem meg ez volt az első, ami ugye az én szakmámhoz egy kicsit közel áll, és hogy mondjam, egyből örültem, hogy ugye ültem a jegyzetemben, hogy na várom, hogy mi, és akkor egyből ilyen volt, ami kicsit hozzám közel álló. Tehát ez tök jó. Ja, figyeljetek, még közben meg egyébként ez az, hogy már öregszünk, és most néztem ezeket a jeleneteket, és hogy érdekes, hogy nem ilyen fizikai tárgyú kérdések merültek föl, ez valahol szomorú is talán, hanem hogy a Kevinnek a szülei basszus, azok miből élnek, nem? Tehát, hogy ez a ház, ez akkora komolyan, mint egy festetics kastély. Nálunk ez egy villának számít, nem egy családi háznak, igen. Sőt, a nagybácsi is belőlük, hogy ez egy visszatérő jelenet, hogy az az ingyen élő. Ami nekem nem derül, hogy ez most a apának a testvére, szóval ez kicsit nekem zavaros volt végig, hogy ez most, hogy a nagybátyja az apának, vagy az apának a testvére, de hogy ő is ebből él, vagy ezt a kenyeret eszi, az ugye visszatérő jelenet. Na, ez tök jó, ezt például elfelejtettem. Igen, tényleg. Hát igen, itt érdekes családi dinamika is van. Ugye az is benne van amúgy, persze, meg az is, hogy ugye ő nem is a legkisebb, ő a legkisebb gyerek? Vagy igen. Várjál, az két család. Tehát a Fuller például. Fuller, ne így áll annyi kólát, ugye? Az a gyerek, Fuller, az milyen aranyos. Az egy unokatesó. Az, mikor ott röhög, amikor issza a kólát, az arc, az nagyon, nagyon jó volt. Az igen. Beégett nekem is. Az a és az biztos, hogy nem lehetett tanítani, tehát ez valószínűleg csinálták a forgatást, és akkor jöttek ilyen arcok. És érdekes, hogy tényleg összemosódnak a gyerekek, mert sokszor úgy tűnik, hogy testvérek, de én a kiderül, amikor ugye szétválnak az utazát, amikor mennek a reptére, hogy az nem feltétlenül testvér, hanem unokatestvér, de, de néha zavaros, tehát most lehet, hogy mondjam, a rajongók biztos tudják, vagy aki látta mind a 30 évben, de nekem így néha kaotikus viszonyok voltak, családi viszonyok. Ez a nagyház egyébként nekem úgy megvolt, hogy ezeknek nagy a háza. Gyerekkoromban, amikor néztem a filmet, akkor ez nem okozott nekem fennakadást, mert gyerekként úgy éltem meg, hogy hát igen, ilyen egy ház, de szerintem ez nekünk most felnőttként fáj nagyon, hogy basszus, mekkora házuk van már ezeknek ott. Tehát ez hát nem igen, meg én voltam en darab amerikai családi házban, érted, és ahhoz képest is rohadt nagy, tehát az a vicc, hogy ez megint csak azt tükrözi, hogy ez valamiféle gyermeki nézőpont, amikor minden óriási. Most ehhez is mondok egy adatot, mondjuk ehhez például nem, ez nem egy nagy trúváj, de mondjuk van az a jelenet a végén, amikor átcsúszik, ugye a kötélen úgy menekül meg Kevin, hogy ugye azt a bicikli kormányszerű csigás eszközt oda fölinstallálja, és akkor azzal csúsztan át egy kifeszített kötélen a faházba, ugye? Aha. És akkor természetesen ez a 11-es eminens barátunk, ez kiszámította, látva a sebességet, meg azt, hogy mennyi ideig tart a filmben, hogy ez a kötélpálya az 21 méter hosszú. Tehát, hogy azért ez egy szép nagy birodalom valóban. És valószínűleg nyilván fel kell skálázni az egészet, mert egyszerűen nem működne a film. Tehát, hogyha, és tényleg, én tudom, tényleg az amerikai külvárosi családi házak tényleg bitang nagyok ahhoz képest, amihez mi hozzá vagyunk szokva, de ez még ahhoz képest is nagy. Tehát, hogy... Igen, hát szóval igen, szép, van mit a tejbe aprítani, hát nem csoda, hogy... illetve hát csoda, hogy csak egy gyereket hagytak otthon. Meg elment. Ja, egyébként az is egy érdekes izé, hogy 2020-ban, ez is egy mém volt az interneten, hogy 2020-ban hogy érne véget a Home Alone. Hát semmi. Áramszünet volt? Nem baj. Csörög a mobilom. Indulunk. Kész. Mert ugye az egész probléma onnan indult, ugye, hogy az áramszünet miatt... Nem ébredtek fel. Elaludtunk! Vagy mi? És nem volt egy darab olyan ember, aki, vagy egy gyerek, vagy valaki abban a házban, aki
korábban ébredt volna föl valamiért véletlenül. Mindenki beállította a vekkerét. És ugyanez ismétlődik egyébként a második részben is, ugyanezt, tehát ezért lehetett volna valami nagyobb ötlet. Ami meg egyébként nem a fizika, de ugye a filmhez tartozik, ami nekem egyébként élmény volt, hogy ugye ez 90-es, és azok a magyar hangok, a szinkron hangok, ugye azok még a klasszikus szinkron hangok, amiket én gyerekkoromban megszoktam. Most itt pont nézem a stáblistát, mint én Benkő Gyula, ugye 18-as születésű színész volt, a Rajhona Ádám, akkor nem, mint a Gruber Hugo, akit ugye ezt nem senki nem tudja ki, de minden filmnek ő volt mindig a magyar hallottam hangja. Igen, tehát a Velence István, ugye, akit, mit tudom én, nekem a Pirksnél jut eszembe, ugye mindig minden oda vezet, vagy szegény Verebe Iván, aki nemrég halt meg, aki egy abszolút epizód szerepet játszik valamelyik jegykiadó a repülőtéren, de hogy ugye ők vonulnak föl, és azt a változatot, amit néztem, ott ez van, nem tudom, hogy azóta egyébként ugye szokás, hogy esetleg újra szinkronizálják, fogalmam sincs, hogy idén mikor leadják, de mondjuk kár lenne, mert ad egy ilyen klasszikus ízt ez az egész. Igen, és ezt még én is magyarul láttam, tehát azt tudjátok, hogy itt van egy ilyen kis alapvető nézeteltérés, egy ilyen pici kis nüansz, hogy például az Ádám az, aki most ugye nincs itt, de bejelentkezett az adás elején, szóval ő például imádja a szinkronos dolgokat, és én meg általában annak a pártján vagyok, hogy mindent az eredeti nyelven kell megnézni, mert a színészi játék az olyan, hogy az furcsa, hogyha skizoid dolog, ha szétválasztod, mert nagyon más, még akkor is, ha nem érted olyan jól, mint az anyanyelvet. Szóval ez nekem mindig egy... Tehát én mindig feliratozott párti vagyok, de hát a Reszkessetek betörők az annyira a gyermekkorunk, hát tudod, hogy hát én magyarul tanultam meg szó szerint a szennyes lelkű angyalok jelenetét, ez 2 évvel láttam először angolul, tehát, hogy, de csak ezt a részt, ugye. Úgyhogy igen, hát ez szerintem elidegeníthetetlen része, úgyhogy én is óriási szentségtörésnek tartanám, hogyha most valaki ezt újra akarná szinkronizálni. Tehát ez az úgy jó, ahogy van, kész. Most így tudom, hogy ez értek. Biztos azért van, mert gyermekkorunk, meg minden, de szerintem alig, hanem ezek zseniális szinkronok voltak. Én azt de jó hiszem, is, tehát, mostani. Tehát azért tudott ennyire működni. Pontosan így van, és azt mondom, hogy egyfelől ismerős hangok, de jó, tehát úgy mondom, hogy az, hogy megnéztem, és ha csak ismerős, de gyenge lenne, akkor nem. De ez teljesen vállalható, meg nagyon jó, úgy mondom, hogy itt is van egy színészi játék emögött is, lássuk be ebben az esetben. Ugye menni fog nyilván 24-én, nem tudom, hogy melyik csatornán, majd már csak ezért is bele fogok nézni, kíváncsi vagyok, hogy ebben lesz-e, vagy volt-e csere. Van nektek egyébként ehhez hasonló ünnepi filmetek, ami guilty pleasure? Tehát ilyen nem nagyon intellektuális, lehet, hogy ilyen gyermeki emlékek folytán szívesen elővennétek karácsonykor, húsvétkor, ilyen alkalmakkor, mondjuk tipikusan az említett Bud Spencer filmek lehetnek ilyenek, vagy még ilyen Tom és Jerry-szerűségek, ilyen rajzfilmes humor. Van nektek ilyen, amit így elővesztek? Hát elég ócska dolog, tudom, meg gáz is biztos, de nekem a Love Actually az ilyen. Hát akkor én mondok még nagyobb gázt, én arra emlékszem, én gyerek voltam, ugye akkor kicsit azért az ilyen NDK meg szovjet filmek ugye túl voltak tolva, és én arra emlékszem, hogy volt egy ilyen NDK bárfilm, amit minden évben leadtak, amit valószínűleg soha az életben nem fogok látni, és egyszer múltkor direkt utána kerestem, és megtaláltam valamelyik beszkennelt ilyen rádió televízió újságát, most mit tudom én, ilyen 81-82, és ott szerepelt a listában, de azt például az életben nem fogom látni, de arra nagyon emlékszem, ez egy rókáról szóló ilyen kicsit bugyuta a mese volt, és akkor az volt a lényeg, hogy a róka télapót várja, és akkor rostcsonda végén azért kap ajándékot, és ezt minden évben leadták, mikor gyerek voltam, és ezt mindig ezt vártam, hogy legyen bármekkora, nyilván akkor is tudtam, hogy ostobaság, de valójában mégis hozzátartozott, csak az a baj, ezek meg elvesztek. De ez egy kihívás, hát ezt fel kell derítenünk, hát ezt a Nándinak elő kell teremteni. Úgyhogy a kedves hallgatók is, hogyha ismerik ezt a dolgot, vagy legalább... Tudom a címét is egyébként. Na, az volt a címe, hogy a Róka úr sok télapót vár. Nagyon szép fordítás. De így szerepelt a stáblistában. Vagy a televízió újságban is. Aha, jó, hát ennek mindenképpen utána fogunk menni a magyar televízió archívumában, meg mindenhol, igen, NDK bábfilm, Róka úr sok télapót vár. És állítólag ott is most olvasom itt az internet erejével, hogy abban is kitűnő szinkronhangok voltak.
Egyébként. Arra viszont nem emlékszem, de akkor már csak ezért is érdemes. Miklós, ez a Love Actually, ez nem hangzik egy rajzfilmes cuccnak, ez valami romkom? Ez romkom. Magyarul azt hiszem igazából szerelem. Jó, aha, biztos láttam én ezt már. Biztos láttad, mert a karácsonyt nem lehet megúszni enélkül. Jó, hogy ez is karácsonyi tematika. Abszolút, kizárólag karácsony. És kizárólag karácsonykor minden évben le is adják valahol, és már én sem láttam mondjuk körülbelül 5-6 éve, de azelőtt rendszeresen műsorom volt, és megnéztük. De a Róka úr sok télapotváron nagyon rápörögtem most, és akkor mindenképpen igyekszem én ezt itt szépen felhajtani. Valamilyen archívumban ennek meg kell lennie. Most már érdekel, hogy mi lehetett az, ami a Nándira ilyen mély benyomást tett annak idején. Közben nézem én is itt a MTV egy műsor, 1980. december 27-én szerepelt, aztán 8 órakor, de még az van, hogy mit néztünk 86 karácsonyán. Na igen, 86 én is pont azt olvasom. Ezt néztem, tehát igen. Ez ilyen never ending story volt, úgy látszik azokban az években. Úgyhogy... Szóval itt ezt meg kell, hogy legyen ennek valami nyoma. Most egyébként ki kéne derítenünk a német címét, de hát lehet, hogy egy tükörfordítás, és akkor De elkezdett, mert olyan kicsit olyan szerencsétlen... Ez a magyar címzése, úgyhogy valószínű, hogy nem sokat gondolkodtak. Na hát várjuk a kedves hallgatóktól is, hogy ők milyen filmeket szoktak rendszeresen ünnepekkor fogyasztani. Nem tudom, van-e még ilyen, mert ez kicsit ilyen régi módinak tűnik már maga a kérdés is, hogy valaki mindig megnéz valamit az ünnepekkor, és mindig ugyanazt. Ráadásul ugye lehet, hogy a tévében, mert ezek általában ugye olyan produkciók, amiket a tévék előszeretettel megvásárolnak és műsorra tűznek, de ha mégis van ilyen, aki vadászik a kedvenc filmjére az ünnepek során, akkor az írja meg, hogy mi az, és hogy miért elsősorban. Hát bizony, ez nagyon jó. Egyébként ilyet találok, hogy Familie B. wartet auf den Weihnachtsmann, tehát, hogy a medve család várja a télapot, hát ez még nem az igazi, de rajta vagyok a témán. Ó, na, itt van. Azt mondja, Herr Fuchs und die Weihnachtsstrache nevű. Jó, oké, én itt ennek itt utána fogok nézni. Bocsánat, köszönöm, kicsit rá, most figyelj, már megígérem, hogy leakadok a témáról. De ez, figyelj, ez valódi csodás karácsony eredményez, ezt látod. Tehát valami archívumból előszeded. Úgyhogy régen volt. Ja, egyébként szóba ejtettük Brad Spencert és Terence Hillt, és akkor eszembe jutott, és mondani is akartam, és közben egyébként megtudtam, hogy Ádám a Bunyó karácsonyigot szokta nézni mindig, ami nem csak, hogy Bud Spencer és Terence Hill, hanem konkrétan karácsonyi tematikájú Bud Spencer és Terence Hill, úgyhogy akkor őre is ilyen módon emlékezzünk meg, ugye, már jól van. De igen. És egyébként az volt az utolsó film, emlékszem, mert akkor még egyébként az Ádámmal jártunk egy osztályba, amikor azt bemutatták. Tehát az valamikor olyan 94 lehetett szerintem, amikor bemutatták a Bunyó karácsonyigot, és az volt az utolsó film, amit együtt készítettek. Mármint Bud Spencer és Terence Hill. Na, de én viszont amúgy sosem voltam egy akkora nagy fanatikus Bud Spencer-Terence Hill vonalon, de pedig annak a fizikájáról is érdemes lenne azért egyszer egy adást csinálni. Az ilyen bunyó fizika. Nekem azok a hangeffektek vannak meg, amikor amikor ezek úgy jól felerősítve mennek egymás után. Hát igen. Hát ennek is megvan a helye, ugye? Tehát azért, igen. Jó, mindegy, én nem akarok el. Én nem voltam egy rajongó, de elismerem a filmnek a hihetetlen erejét és kultikus jelentőségét a magyar kultúrában, és ezért aztán nem vitatom. Mint ahogy a Szigeti veszedelemről se fejtem ki a nézeteimet, hogy szerintem milyen rossz, mert nem illendő, ugyanígy a Bud Spencer és Terence Hill az is olyan, amiben egyszerűen az egy vallási kérdés, ugye? Tehát ez egy... Ki mondta? Feszegetjük. Ne, igen.
Hát igen, nehéz dolgok ezek. Na, hát ez érdekes lesz. De egyébként, hogyha már azt nézzük, hogy ki mivel foglalkozik karácsonykor, és mégiscsak azért valami tudományos, fantasztikus podcast volna ez, akkor egyébként én tényleg azt szoktam csinálni, hogy van a Mark Kidger nevű csillagásznak egy könyve, aminek az a címe, hogy a Betlehemi csillag. Amúgy azt hiszem a Ponori török Aurélnek is van egy Betlehemi csillag című könyve. Ugye ezek csillagászok, akik konkrétan annak a megfejtésével foglalkoznak, hogy mi lehetett az a titokzatos fényjelenség, amiről ugye Máté evangéliuma nagyon szűkszavúan beszámol, hogy láttuk a csillagát keleten, és akkor így mentünk szépen oda. És akkor így jöttek, ugye a népi hagyományban három királyokként megjelenő valami emberek, de egyébként a Máté se azt nem mondja, hogy hárman, azt meg végképp nem, hogy királyok, azt mondja, hogy a napkeletről jövő bölcsek, a bölcsek azok meg nyilván csillagászok, és ha napkeletről jöttek, akkor nyilván Babilon felől jöttek. És akkor ez alapján próbálják belőni, hogy kb. Akkor, amikor Jézus születhetett, milyen érdekesebb fényjelenségek történhettek az égen. Hát ennek egy részét nyilván nem lehet megfejteni így utólag, bár azért a kínai feljegyzések sokat segítenek, de például, hogy egy üstökös vagy egy szupernova éppen akkor történt, ezt úgy modellekből nem lehet visszaszámolni, de például azt, hogy milyen bolygó együttállások voltak, azt nagyon is vissza lehet számolni. És emiatt van is pár gyanús jelölt, és egyébként biztos a tisztelt hallgatók is mondták, hogy már 800 éve nem állt elő olyan együttállás így december környékén, ami most van, amikor a Jupiter és a Szaturnusz áll nagyon közel egymáshoz. És ez az egyik jelölt, hogy valóban a Jupiternek, a Szaturnusznak a hármas, tehát ismétlődő, távolodó, közeledő együttállása ide számítás előtt 6-ban, lehetett az, ami talán ez a betlehemi csillag volt. És na mindegy, szóval én az erről szóló könyvet, amit a tenerifei csillagász, ez a Mark Kidger írt, ezt én minden évben elolvasom, és az a csodálatos, hogy egy részét minden évben el is felejtem, tehát mindig újdonság erejével hat a könyvnek a második fele. És ő nagyon tisztességesen végigmegy, tényleg végignézve a korabeli forrásokat, meg visszamodellezve az együttállásokat, hogy mi lehetett a dolog. Hát nyilván az a megfejtés, hogy nincs megfejtés, nem tudjuk pontosan, csak jelöltek vannak. Az egyik az pont egy ilyen együttállás, mint hogy mostanság van. De minden esetre marha érdekes, és nekem ez abszolút hozzátartozik a karácsonyi rituáléhoz. Na hát ezt bele is tesszük akkor itt a adásnaplóba, vagy az adást kísérő cikkbe, mert hogy Miklós, te itt ilyen kiadós cikkeket szoktál itt összehozni, amik kísérik a adásainkat, úgyhogy bízom benne, hogy ez oda bele fog kerülni, és akkor a kedves hallgatók is végrehajthatják ezt a rituálét most már. Igen, csak az az érdekes, hogy ezt hogy kell egy cikkbe összekombinálni a reszkesetek betörőkkel, azért az egy szép kihívás lesz, igen, de hát elfogadom. Na, hát fiúk, köszönöm szépen, hogy itt voltunk, és beszélgettünk erről a, hát azt mondom, hogy megismételhetetlen filmről, de végül is megismételték, mert van egy második része is. És... de tényleg harmadik nincs neki, mert én arra volt, sőt, öt részig ment. De utána már egészen más szereposztásra, tehát a közismert Kevin figurája, és utána már azt hiszem, hogy már a harmadiktól más, de viszont megtartották ezt a Home Alone főcímet, azt variálták, tehát igen, és hogy itt utána olvastam, az a lényeg, hogy ezek attól függetlenül, hogy nyilván nem az eredeti szereposztás, meg kicsit talán más volt már a sztori is, de mint sorozatot is az egyik legsikeresebbnek ítélik ilyen filmipari szempontból, tehát attól függetlenül, hogy nyilván a rajongók az első kettőre esküsznek, a többi az lehet, hogy az már kevésbé, attól függetlenül ezek változatlanul sikert arattak. És akkor az a Hollywood húsdarálójában kikötött Macaulay Culkin, akkor ő ugye az első kettőben szerepel, vagy az első háromban? Mint főszereplő, igen. Kettőben. A kettőben, én úgy tudom, szerintem már a háromban sem. Mondom, nem vetemettem, hogy nézem, de amit ilyen elmondásban azért érdeklődtem, hogy az erről mindenkinek van azért véleménye, vagy mindenki látott ezt, azt meg általában többet látott, mint én, és onnan tudom ezt az információt. Nyilván a rajongók lehet, hogy letépnék a fejemet, egy elnézést, hogy ilyen néha csak ilyen fél információt. Hát nem hiszem, hogy Magyarországon egy tömegjelenség lenne a reszkesetek betörők három iránti rajongás. Reméljük. De mindegy, egyébként fejlett épős fanatikus rajongóból egy is elég. Szóval ne találkozz vele,
Ezt kívánom akkor neked is az köszönöm. Új. viszont még valami, mert vége van mindjárt az adásidőnek, de kedves hallgatók, egy kis kereszt promót azért hadd szuszakoljak be, hiszen az adás legelején elhangzott, hogy most ugye ez 24-én szenteste kerül adásba, a következő Parallaxis podcast pedig 31-én szilveszterkor, ami szintén csütörtök. Na de közben hétfőn lesz szokolébresztő, 28-án lesz az év utolsó szokolébresztője, és milyen ekkora forgalom, ezért a szokott rendtől eltérően még aznap, azaz 28-án a kísérő cikk is olvasható lesz a parallaxis.emtv.hu felületünkön. Tehát most a szokolébresztő kísérő cikk premier az nem 31-én lesz, hanem még 28-án, tehát a Tilos Rádiós élőadásnak a napján, és előre láthatólag a betelefonálós Norbi barátunk, rajongónknak a kérését fogjuk így végre kielégíteni, és az űrruhákról fogunk beszélgetni. Hát várjuk akkor ezt a szokolébresztőt. Impulzus podcast is fut, abban nem fogunk összekavarodni, mert az mindig vasárnap jön. Azt ilyenkor lehet hallgatni kizárólag, de abból is lesz külön adás. Na mindegy, hát azt majd akkor külön ott bemondjuk. Az a biztos, hogyha elkezditek követni az Impulzus podcast Facebook oldalát, hogyha mondjuk Star Trek hírekre és Star Trek kibeszélőkre vágytok. A Parallaxis pedig, ahogyan Miklós mondta, 31-én fog jönni, és a Vissza a jövőbe trilógiáról fogunk beszélgetni, és egy új felállásban fogjuk ezt megtenni, egy új bemutatkozó hangot fogtok hallani itt az adásban, méghozzá Kovács Gergő, geográfus fogja velünk együtt a Vissza a jövőbe trilógiát elemezni, vagy hát az ő érzéseit, hozzá kötődő benyomásait elmondani számotokra. Én már várom ezt nagyon, mert azért hát a Vissza a jövőbe az azért nem kicsit cool. Mivel Nándi, te nem leszel, ezért lehet, hogy téged már most megkérdezlek, hogy neked te hogy állsz a Vissza a jövőbe dologgal. Ó, elég cudarul, ezt nem ismerem mondani. Tehát így, ez, megmondom őszintén, ez a film nekem kimaradt. Úgyhogy nyilván a figurákat, tehát a Michael G. Foxot még ugye korábbról is én ismertem, de ezek az ikonikus arcok a filmből, meg a járművek, stb. Ezeket én is ismerem, de mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon kevéssé ismerem, és ezért is inkább úgy mondom, hogy a reszkesetek betörőkről azért megalapozottabban mertem beszélni, mint arról, úgyhogy örülök. Így a stabilabb a tudásom, úgyhogy ezért is örülök, hogy itt legközelebb azt mondom, Gergő biztosan nálamnál sokkal értelmesebben fog tudni erről beszélni. Na hát akkor majd hallgass meg, hogy mit beszélünk, vagy esetleg nézd is meg a filmeket. Feltétlenül. Most itt az ünnepek alatt, hogyha nincs egyéb film ajánlásod, amit kaptál ismerősöktől, hogy na ezt feltétlenül nézd meg karácsonykor, akkor ezt nézd meg. Ha meg nem, akkor majd nézd meg valamikor jövőre a Vissza a jövőbe című alkotás. Szerintem érdemes egyébként, biztos tetszeni fog, és hallgatóinktól pedig várjuk előre is a kommenteket a Vissza a jövőbe trilógiával kapcsolatban. Találkozunk tehát akkor az év utolsó napján, az év utolsó Parallaxis adásában, ami kereken a 40. lesz, jól látom. Hú, hát ez... micsoda szép megoldás. És még valami, egy apróság, hogy olyan emberek, de egyébként egymástól függetlenül nem is egy, hanem kettő ember is beírta, akik még csak most kezdenek beszívódni a Parallaxis univerzumban, hogy nekünk nincsen teljes nevünk. Ugye, mert mindig így mondjuk, és ha már Kovács Gergő elhangzott, akkor szerintem azért a műsor végén mondjuk el, hogy kik voltunk ma veletek. Ugye, mert hogyha valaki esetleg azt gondolná, hogy mi itt inkognitóban nyomjuk a műsort, akkor olyannyira nem, hogy a parallaxis.emtv.hu-n egyébként a csapatra kattintva egyébként mindenkiről még a legféltettebb titkaink is kiderülnek, hogy milyen hobbiaink vannak, meg mindenféle ilyesmi. De hát ugye, aki ma itt beszélgetett, ugye a veletek, ugye Farkas Csaba volt, Rezsabek Nándor és Vince Miklós, mi voltunk azok, sőt, még Horváth Ádám Tamás is bekapcsolódott egy kis ízelítő erejéig. Igen, az a műsor elején. 5%-ában kb., de ez kiszámolható, tehát hogyha valaki rá akar erre cáfolni, akkor nyugodtan írja meg nekünk, hogy százalékos arányban mit jelentett Ádámnak a
részvétele. Na de szellemileg nagyon sokat. Úgyhogy igen, az köszönjük, biztos. Mert attól tartok, az egész reszkesetekből török fizikája, ötletet neki köszönhetjük. Úgyhogy, ja. Reméljük azért tetszett nektek ez az okfejtés, és sokat tanultatok a reszkesetekbe töröknek, ha nem is a fizikájáról, de talán még arról is. Így van, akkor szilveszterkor találkozunk, addig is jó beigli fogyasztást, és kellemes ünnepeket kívánunk mindenkinek. Sziasztok! 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 Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott Parallaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.emtv.hu